Köszöntöm Önöket, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Tovább bővíti gyártókapacitását a LEGO Nyíregyházán. A multinacionális vállalat csaknem 50 milliárd forintot fordít beruházásra és munkahelyteremtésre. Ez is témánk lesz a mai műsorban, íme a teljes kínálat. Kukorica tanácskozás. Jó a termés, alacsony a felvásárlási ár. Turizmus 2023. Jó szezonon van túl az ágazat. Újabb beruházás. Növeli gyártókapacitását a LEGO Nyíregyházán. Országos kukorica és napraforgó tanácskozást, valamint technológiai fajta bemutatót tartottak Gyulatanyán. Az eseményen központi téma volt a piac jelenlegi kilátástalannak tűnő helyzete. Az idei termés ugyanis hiába kiváló, a felvásárlási ár az ukrán gabona miatt továbbra is rendkívül alacsony. A termesztők hosszú távú megoldást várnak a kialakult problémákra. Töretlenül fejlődött az idei évben, így kiváló minőségű kukoricát törhetnek le rövidesen itt Gyulatanyán. Bár a vármegyében valamelyest csökkent a termőterület 2022-höz képest, az elegendő csapadék miatt a termés átlag jóval kedvezőbben alakul, mint egy évvel ezelőtt. Csütörtökön az ország számos pontjáról érkeztek gazdák és szakemberek a gyulatanyai fajta kísérleti állomásra. Az országos kukorica és napraforgó tanácskozáson központi téma volt a növények alacsony felvásárlási ára. Az idei szezon csapadékformájában, illetve termés szempontjából sokkal jobbnak ígérkezik, mint az elmúlt évek, különösen a tavaly évre gondolok, mert az abszurdum volt. Hát a termés kilátások egész kecsegtetőek, tehát jó termésre van kilátás, csak sajnos az ár az nagyon-nagyon övöl aluli, úgyhogy így minden gazda egy kicsit emiatt nagyon-nagyon pánik hangulatban van. Az időjárásra még visszatérve, hogy végig kell, nagyon jó csapadék volt, az elosztás is jó volt. Igaz, hogy Gyulatanya az augusztusi hónapban minimális csapadékot kapott, szembe ugye Nyíregyháza 10 kilométerre arrébb ott bőven volt csapadék. Tehát a termésre nem lehet panasz, az árakra lesz nagyon-nagyon övön aluli. Mit tud ezzel kezdeni a szakma, vagy mit szeretne elérni a szakma? Hát ugye most nem akarom ugye a szlogeneket mondani, hogy ez az ukrán téma, ez most nem csak Magyarországot, hanem a környező országokat, sajnos nem erre az évre, hanem az elkező évekre ugye betette a kaput. Tehát nem tudnék, hogy mi lesz, hogy lesz, mert csak jönnek be az árunk Ukrajnából, hátsó folyosón, meg mindent, tehát nem tudom, hogy mit lehet vele kezdeni, de szerintem ebben az évben már olyan túl sok jóra nem lehet leszámítani, az árak tekintetében mondom. Termesztés technológiában úgy van ugye, hogy mivel tavaly nagyon felmentek az input árak, tehát gondolok elsősorban műtrágyára, így nagyon sok gazda minimálisra, tehát sokan csökkentették, ami nem vezet jóra, mert ugye akkor az már a termés mennyiségére is kihatása lesz. Tudnék, ezek a fajtákban benne van bőven a százmásra, hogyha egy normális évjáratban megkapja a tápanyagot, illetve a vizet, tehát nyilván, hogyha kevesebb tápanyagot kap, akkor jóval kevesebb lesz a termés. Hiába néz ki úgy, hogy a kukorica termés átlaga valószínűleg meghaladja a 2021-es csúcsévet, a kedvezőtlen piaci helyzet miatt negatív a közhangulat a gazdák között. Rácz Imre, az Agrárkamara vármegyei elnöke azt mondta, a kormány által hozott importtilalom ideiglenesen jó megoldás, az elmúlt egy évben behozott ukrán gabona azonban hatalmas károkat okozott eddig. A termés minőségére és mennyiségére ebben az évben nem lehet panaszkodni. Úgy tűnik az előjelzések szerint, hogy a 2021-es csúcsévet túl fogjuk szárnyalni. 2021-ben egy nagyon jó ára párosult ez a csúcstermés. Ma viszont, vagy az idén pedig azzal szembesülhetünk, hogy hát baj, hogy nem eladhatatlan például a napraforgó vagy a kukorica, aminek a betakarítása most zajlik. Még a napraforgóval tele is rakjuk a szabad kapacitásokat, de mindenkitől azt hallani, hogy szinte még az árig el se jutnak, hanem arról beszélgetnek az emberek, hogy fogják-e a felvásárlók venni, fogják venni, mennyit vesznek kitől, milyen szerződés hiányában nagy elkötelezettség nincs egyik fél részéről se, és ez a nagy bizonytalanság, ami teremtődött itt az elmúlt évben, mondhatnánk szinte, az a közhangulatot úgy lerombolta, hogy olyan közömbösnek tűnnek a termelők, felvásárlók, mintha egy csodára várva várnánk, hogy ez a probléma majd valamilyen úton-módon megoldódik. Ugyebár most jött egy olyan döntés az állam részéről, hogy
meghosszabbítják a gabonatilalmat, de hosszú távon mit lehet tenni, és mit szeretnének a gazdák? Hát a csoda váráson kívül sok mindent nem tehetnek a gazdák, nagyon bízunk abba, hogy a magyar kormány, ahogy meghozta ezt az előbb említett döntést, az importtilalmat, nem gondolja és hátradől, hogy megoldott a problémákat, hanem keresi azokat a lehetőségeket, hogy a tároló kapacitás bővüljön. Vannak technikai technológiák, amivel ez bővíthető, ott tényleg az a veszély fenyeget, hogy nincs hova tárolni, illetve az árakkal valamit kezdeni kellene. Én nem nagyon beszélgettem eddig erről, de a kereskedelem vagy a kereskedőknek a jövedelem szerzését lehet, hogy felül kellene bírálni, mert nem nagyon hiszem el, hogy 5000 forintért lehet most kukoricát termelni, illetve akik az ukrán kukoricából ide jól bespájzoltak, abban a hiszemben, hogy majd milyen jó áron fogják értékesíteni, ezzel a magyar gazdákat tették, lehetetlenítették el az értékesítés szempontjából, illetve az árakkal kapcsolatosan, és most ígérkezik itt egy kis kompenzáció, amire szeptember 15-ig kellett ugye 100 mázsát legalább értékesíteni. Nagyon félek attól, hogy azok fogják tudni a törvényi feltételeket teljesíteni, akik esetleg a kukoricájukat tavaly jól el is értékesítették. Úgyhogy én javasoltam volna, hogy az Agrárgazdasági Kamara kétszer is felmérte, hogy kik azok a termelők, és ezt lehetett on dátumhoz kötni, akik jogosultságot szerezhettek volna, hogy ebből részesüljenek, és mit tudom én, nagyon kevés összeg lesz ez, ha mindenki bejelentkezik, és főleg azok fognak bejelentkezni, akik értékesíteni tudták tavaly a kukoricájukat, illetve a betakarításukat még abban az időben elvégezték, amikor értékesíthették on, csak spekulatív indokokkal nem értékesítették. Én azt gondoltam, hogy ez a támogatás azokhoz fog eljutni, akik önhibájukon kívül, mert szolgáltatásként végeztetik a betakarítást, és a kombány akkor tudott menni, és nem a önhibáján kívül került abba a helyzetbe, hogy akkor már a felvásárlás nem működött. Ma is egyeztettem ezzel kapcsolatosan. Azt mondják, ez az információ késő, juttatjuk el, hát jobban be kellett volna, lehet volna kamarát ebbe a törvény javaslatokba, és akkor valóban azokon az embereken segíteni, akinek jó lenne ez a kevés támogatás, és nem azokon, akik esetleg 15000 forint körül eladták tavaly a kukoricájukat. Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke arról beszélt, a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy mérsékelje a problémákat és kompenzálja a károsultakat. Hozzátette, a jelenlegi helyzetben össze kell fognia a gazdatársadalomnak. Valóban nagy hagyománya van az ilyen jellegű rendezvényeknek, és nagyon fontos az, hogy már több évtizedet tudnak találkozni itt a gazdák, és meg tudják beszélni azokat az aktuális kérdéseket, feladatokat, vagy éppen problémákat, amelyek felmerülnek a termesztés során. És hát ugye most az utóbbi időben pedig azért tényleg nem élünk könnyű időket, hiszen hogyha most akár a kukoricára vagy egyéb gabonára gondolunk, akkor láthatjuk azt, hogy a szomszédunkban dúló háború, illetve az ahhoz kapcsolódó EU szankciók azért jelentősen befolyásolták a helyi gazdáknak az életét is, és ezért nagyon fontos döntés az, hogy a magyar kormány meghosszabbította azt a stoppot, amellyel az ukrán gabona behozatalát megtiltották, annak ellenére, hogy az Unió ezt feloldotta, amellyel nagyban károsította meg a magyar gazdákat is. Ugye nem olyan régen egy gazdatüntetés volt Záhonyban, ahonnan az ország több szegletéről, és mondhatjuk majd minden szegletéről jöttek gazdák kifejezni a tiltakozásukat. Tehát ezért valóban nincsen könnyű helyzetben az ágazat, de ettől függetlenül meg kell keresni minden olyan pontot, amellyel tudunk segíteni, akár egymásnak is, és ezért itt Gyulatanyán is ezen a fórumon pontosan arra van leginkább lehetőség, hogy itt a szakemberek, szaktanácsadók, az Agrárkamarának a szakemberei, illetve a helyi gazdálkodók tudjanak találkozni, és meg tudják beszélni valóban azokat az aktuális kérdéseket, amelyel bízunk benne, hogy egy újabb előrelépést lehet tenni majd annak érdekében, hogy azért itt az ágazatban dolgozóknak a helyzete az könnyebb legyen.
A tanácskozáson és fajta bemutatón szó esett a termesztés aktuális fejlesztési területeiről, a permetező drónok jelentőségéről, a kilátogatók pedig meg is tekinthették a fajta tulajdonosok idei évi termését Gyulatanyán. Mezőgazdaság után idegenforgalom. Kettősség jellemzi az idei turisztikai szezont. Amíg a külföldi vendégszám csaknem ötödével nőtt a nyár folyamán a tavalyi évhez képest, a belföldi turizmus valamelyest csökkenést mutatott. A részletekről Iván Aurél kérdezte Krivács Andrást, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnökét. Köszöntöm a stúdióban Krivács Andrást, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnökét. Köszönöm, hogy eljött és értékeljük a nyári szezont turisztikai szempontból. Éppen ma jött ki egyébként az MTÜ jelentése, és abból az látszik, hogy 6 millió vendég érkezett körülbelül Magyarországra, jöttek külföldiek is, voltak belföldi turisták is. Ön hogy látja, milyen volt az idei nyár? Köszöntöm a nézőket, én is. Kettős érzés az idei nyár, ugyanis az elejét azt a rossz időjárás miatt azt szinte ignorálni lehetett, vagy inkább a nulla felé mutat, de a második fél idő az nagyon szépen építkezett, hogyha sportnyelvre szeretnénk lefordítani ezt az egészet, akkor hát a fiúk elég jól dolgoztak a második fél időben, megtettek magukért mindent. Hát a magyar turizmus is ugyanígy volt, a második fél időt azt sok núra, 11 núra nyerte meg, ugyanis hát az adatok, amelyek a sajtóközleményből is kiderülnek, illetve amelyek a mi tudtunkra is a vendéglátós kollégák vagy a szállodás kollégáknak az elbeszéléséből mérhető, hogy ha nem is sokkal, de egy picivel jobb volt, mint a tavalyi év. Vannak kifejezett olyan desztinációk Magyarországon, és ez most pontosan egy picikét hazabeszélek, ez az észak-kelet magyarországi desztináció is ilyen, miközben egy Tokaj, Nyíregyháza, beleértve egy Debrecen, Hajdúszoboszló, illetve a nyírség közepét, jóval a maximumát hozta, tehát nagyon-nagyon jó számokat lehet mondani, és ami nagyon sikeres, hogy visszatértek a külföldi turisták Magyarországra, a tavalyi évet 10% fölötti részesedéssel előzték meg, tehát a tavalyi évhez képest 10-11%-kal több vendég érkezett a világ minden részéről, hogy Magyarország turisztikai értékeit, ezen belül a vendéglátóegységeket, a nemzeti gasztronómiánkat megismerje. Természetesen ebben a számban benne vannak az üzleti turisták is, amely igazán jó kiinduló pontja lehet majd a gazdaságnak a felpörgetéséhez vagy a bepörgetéséhez. Úgyhogy mind a két egy lécsapóval akár több legyet is ütött a magyar turizmus ebben az évben. Mindenféleképpen már látjuk az alagútban a fényt, és ez nem a szembeövő vonatnak a fénye. Sok-sok minden van, ami megváltozott az elmúlt években. Akik, és ahogy kollégák is szoktuk mondani, tudtunk ehhez a helyzethez igazodni, ők könnyebben vészelték át, és vészelik át ezt a nagyon durva inflációs hatást, ami van. De rengeteg olyan programmal, ezzel a nagyon jó indián nyárral sok-sok mindent lehet még itt elérni az év utolsó negyedében, és én arra is biztatom a turistákat, a magyarokat, a külföldi turistákat, hogy minél nagyobb számban használják a magyar vendéglátóegységeket, magyar szállodákat, és együtt lehetünk sikeresek csak. Ja, kicsit még a nyárra visszatérve, a sajtóban lehetett olvasni folyamatosan azt a dilemmát, hogy akkor most a magyarok Magyarországon maradnak-e, vagy inkább elmennek külföldre. Hogy látszik, voltak magyar turisták is a külföldiek mellett, vagy a magyarok inkább a közeli országokat választották? Mind a kettő igaz, egy sajtóközlemény és a mi méréseink is körülbelül azt mutatják, hogy ilyen 5-8%-kal csökkent a magyar turistáknak a száma az éttermekben, a szállodákban. Mindez kárpótolt a 11%-nyi növekmény a külföldi turisták számának a nagyságával. Tehát valamilyen szinten azért egy plusz 2%-os növekmény mérhető a másik oldalon, tehát az eredményesség oldalán, és ez tömegében eredményesség, nem árbevételbe vagy eredményességbe. Természetesen nem egy bázis év a Covid utáni egy vagy kettő év, ugyanis nagy mennyiségében, tömegével a magyar nyaraló turisták Magyarországot választották. Ugye zárva voltak a határok, macerás volt az utazás, és azért Covid ide, Covid oda, kezdjük elfelejteni azt az egész Covid-19 által keltett óriási feszültséget, illetve ijedelmet, és bátrabban megyünk el akár Nyugat-Európába, vagy keletre, vagy ki hova szeretne menni nyaralni, vagy azokat a napjait tölteni, amely szabadság ideje alatt tölthet az ember. Nagy számban választják még mindig a magyar turisták Magyarországot, és tényleg itt
nagy hálám azért, hogy kelet-magyarországi szolgáltatóként minél nagyobb számban választják Kelet-Magyarországot. Természetesen az is sokáig sztori volt a sajtó különböző termékeiben, illetve a szakmai szervezetek és a kormányzat által is volt egy nézett különbség abban, hogy a magyar vendégek a Balatont választják, vagy a horvát tengerpartot. Az egy jutott magyar vendég a Balatonpartra, és Balatonparti kollégával beszéltem, most 7 napon keresztül össze voltunk zárva egy szakmai úton, és mondta, hogy igen, az első 3 hét az nem volt annyira jó, nem indult jól a szezon, de az utolsó egy hónap az viszont dübörgött a Balaton, tehát lángosára ide, lángosára oda, tiszta, vagy éppen kevésbé tiszta, kék, zászlós balatoni partok. Dübörgött a Balaton, tele volt a Balaton vendégekkel, turistákkal, kimondottan a nagyvárosokat választották, ami mérhető volt az ő szempontukból, vagy szempontjuk szerint, hogy az 5-6-7 vendégészak, ez ilyen 2-3-4 vendégészakára csökkent, de azok a turisták, akik 2-3 éjszakára jöttek, ők 6 éjszaka programját kívánták bejárni, az idő rövidsége, vagy éppen a pénztárcának a hossza miatt, és kevésbé voltak toleránsok mondjuk az étteremben, amikor egy fél órát vagy egy órát kellett várni az ételekre, ebből volt inkább összességében probléma, de elég jól érezték magukat a turisták is, annyira kirívó, nagy feszültséget kiváltó pánik hangulat nem volt, nem hibáztak a kollégák akkorát, amelyről a sajtó tudott volna cikkezni akár hónapokig. Inkább arról volt szó talán, hogy azért lehet kedvezőbb Horvátország, mert talán az infláció kisebb volt, és az árak olcsóban megúszta valaki, hogyha az Adriai tenger mellé ment, mint hogyha Balatonhoz, vagy bárhova máshova ment volna. Nem tudom összehasonlítani, mert én is a Balatonnál voltam, és nem az Adrián, de az biztos, hogy az inflációs hatása az egy olyan kérdés, amelyel minden szolgáltatónak, étteremnek és szállodának is meg kellett valahogy küzdeni. Hogyan sikerült, mert az ez elég magas volt, főleg az élelmiszereknek az inflációs mérték az nagyon nagy volt. Hát ez közel 40%-ot is megérintette a nyáron, viszont még azért jócskán éreztette hatását ez az óriási tömeg, amelyet szét kellett pakolnunk, akár egyes ételekből levenni bizonyos kis dekorelemeket, hogy annyival csökkentene a tányérnak a beltartalmát, ami nem változtatta meg az élvezeti értékét, csak éppen hiányzott egy borsócsíra, vagy hiányzott egy olyan összetevő, amely egyébként ott szokott lenni a tányéron, de ezzel próbálták mérsékelni az árakat a kollégák, hogy azt a hatalmas technológiai bravúrt, amellyel előállítanak akár egy roppanósat, az akár az energiának a növekedése miatt, vagy az inflációs hatás növekedése, vagy a kivédése érdekében, ezeket elhagyták. Egyszerűsödtek a tányérok, nincsen 10-12-10 egy éttermi asztal tányérján, mondjuk a közepestői jobb vagy a fine dining éttermekben, hanem valamelyet csökkentettek, kiegészítették valami teljesen mással ugyanazt a kompozíciót, leegyszerűsödött a 12-10 4-5-6 ízre, amely talán még ezeket a modernkori, újkori tányérokat, vagy modernkori gasztronómiát egy picit könnyedebbé is tette a fogyasztónak, ugyanis értelmezhetőbbé váltak a tányérok, a fogások. Sokkal jobban lehetett a felszolgáló kollégáknak mondjuk a bort mellé ajánlani, vagy egy kiváló minőségű szatmári, nyírségi, vagy akár békési pálinkát. Másképp kell vendéglátást csinálni, másképp kell a turizmushoz nyúlni, mint ahogy eddig nyúltunk. Korábban beszélgettünk már arról, hogy lenne értelme nagyon annak, hogy egy étterem széjjel néz a környezetében, hogy ott mondjuk milyen zöldség és hústermelő kis vállalkozások vannak, és esetleg őket preferálni, mert az mindenkinek jó a vállalkozásoknak is, meg az étteremnek is, mert hogy olcsóbban megúszta vélhetően. Mi szövetségünknek meggyőződése, hogy a következő 10 év az erről fog szólni. Hogy a helyi termékeknek a szerep az felértékelődik. A helyi termelők, a helyi kistermelők, őstermelőknek a szerepe felértékelődik a magyar gasztronómiában. Már csak azért is, mert hogyha genetikánkat vizsgáljuk, akkor genetikailag mi magyarok, nyírségiek, beregiek, szatmáriak, mi azokból a megtermelt javakból tudunk a legjobbat enni és a legfinomabbat készíteni, amelyeket nagymamáink vagy dédnagymamáink készítettek. Bizonyára sok minden változott az elmúlt 30-40-50 évben, nem tudunk úgy termelni, másképp termelünk, de vannak nagyon-nagyon jó minőségben, nagyon jó és kedvező áron elérhető őstermelőktől beszerzett, vagy kistermelőktől beszerzett
olyan termékek, amelyek egyesével akár már világhírűek is lehetnének. Rengeteget töltök el most Nyugat-Európában, egy szakmai programot vezetünk kint a kollégáimmal Olaszországban, és ott látom, hogy a Covid óta, hogy erősödnek meg ezek a helyi termelői piacok, a helyi termékek. Egy komplett iparág épült erre, és mivel az egyik éléskamrája vagyunk Magyarországnak, Kelet-Magyarország, és ezen belül is itt az a kis szűk környezet, arra biztatom a termelőket, őstermelőket, hogy most már nyugat-európai gépekkel termelünk, nyugat-európai technológiával. A séf kollégák a konyhában nyugat-európai technológiát használnak. Vannak nagyon jó receptjeink nagyapáinktól, nagymamáinktól. Hát ezeket a recepteket ültessük bele ezekbe a 21. századi technológiákba, és amelyet 10 éve mondunk, hogy a magyar gasztronómiának az igazi megújítása az ránk vár, vagy ránk várt. Ez a Covid, illetve ez a gazdasági válság ezt mind fölpörgette. És én úgy gondolom, hogy a következő 10 év az erről fog szólni, hogy ezeket a kistermelőket, őstermelőket, ha nem is meg kell tanítani úgy termelni, ahogy egy étterem, egy közétkeztető, vagy egy nagyon jó minőségű szálloda konyhájába be tudjon jutni, de segíteni nekik, hogy mit termeljenek, milyen minőségű termeljenek, mikorra termeljék meg, és hogy az állandó minőség az létrejöjjön. Ugyanis az éghajlatunk egyre nagyobb léptékekkel megy előre, és kezdünk teljes mediterrán éghajlatba belecsöppenni. Hát nézzük meg, hogy október x-e van, és 27-28 fok van kint, semennyivel nincs melegebb vagy hidegebb, mint Olaszországban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy más égöv sokkal élhetőbbé fogja tenni ezt, hogy az őstermelő, a kistermelő be tudjon szállítani. Ugyanis a 3-4-5 hónap, ami eddig igaz volt a termelésben, az most egy picit kicsúszhat 6-7-8 hónapra, és már csak azt a 4 hónapot kell áthidalnunk, amely nem egy lokális termék, hanem mondjuk legyen egy glokál termék. Így. És akkor szövetségekben tud segíteni, hogyha valaki érdekel ez a téma. Mindenféleképpen szakmai utakat szervezünk, igen, és megmutatjuk, hogy hogyan kellene ezt csinálni. Elnök úr, köszönöm szépen, hogy vendégünk volt, és hát abban bízom, hogy akkor az ősz és a tél hasonlóan jó lesz, mint a nyár második fele volt itt ebben a régióban. Bízok benne. Köszönöm szépen. Tovább bővíti Nyíregyházi üzemének gyártókapacitását a LEGO csoport. Az új, összesen 30 ezer négyzetméteres csarnokok építése 2024-ben kezdődik. A beruházással csaknem harmadával nő majd az itt gyártott LEGO készletek mennyisége. A tervek szerint az új gyártócsarnokok 2025 második felében kezdik meg a termelést. Az 50 milliárd forintos beruházással 300 új munkahely jön létre. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arról beszélt, a gazdaságfejlesztési folyamatoknak köszönhetően Kelet-Magyarország már ugyanannyira vonzó a külföldi befektetők számára, mint a nyugati ország rész. A bővítési bejelentése érkezett vendégek közösen nézték meg a LEGO gyárat. Kristen Brun, a LEGO alelnöke azt mondta, a mostani fejlesztés eredményeként 30 ezer négyzetméterrel bővül a nyíregyházi gyár, így a teljes területük 262 ezer négyzetméterre bővül. A mostani bővítéssel a LEGO nyíregyházi gyárának mérete meghaladja 260 ezer négyzetmétert. Bár ezt így elég nehéz elképzelni, de bizonyára mindenki ismeri a Hősök terét Budapesten. Gyárunk a bővítés után 10-szerese lesz a Hősök terének, mondta a gyárigazgató. Kovács Ferenc nyíregyháza polgármestere felidézte, hogy 15 évvel ezelőtt költözött a városba a LEGO. Azóta gyümölcsöző a dán gyár és az önkormányzat kapcsolata. Amikor Nyíregyháza több mint 10 évvel ezelőtt új utakra lépett, legelső és legbiztosabb partnereink közt a LEGO-val találkoztunk, és azonnal kiderült, amikor 2011-ben közösen terveztük ezt a gyárat, amiből végül is ez lett, hogy mind a rövid, mind a hosszú távú céljaink közösek, és ugyanazon értékek mentén gondolkozunk, mind a városvezetés, mind a LEGO vezetése, ez pedig a munkahelyek teremtése, a fenntarthatóság és a zöld szemlélet. És ez nem csak akkor volt így, ez most is így van, és én remélem a következő 15 évben is így lesz. És nagyon büszkék vagyunk, és örülünk annak, hogy a LEGO Nyíregyház és a térség egyik legnagyobb, és ugye több elismerés is bizonyítja, hogy országosan is az egyik legjobb munkaadója, és egyik leginnovatívabb, jövőorientált vállalata.
Ez a beruházás, én azt gondolom, azt is bizonyítja, hogy a LEGO jól érzi magát Nyíregyházán. Ennek a városvezetés nagyon örül, de 2,5 héttel ezelőtt a LEGO játékváros napon több mint 20 000 ember kifejezte ezt az örömét, amikor az egész belváros erről a programról szólt. Vinnai Győző országgyűlési képviselő a szakképzés fejlesztését emelte ki beszédében. Úgy fogalmazott, biztosított a minőségi munkaerő ellátása vármegyében. Most örömmel jelenthetem a tegnapi adatok fényében, hogy 4% alatt van Magyarországon az országos munkanélküliség, és itt Nyíregyházán és térségében pedig annak a 6,2%-nak éppen a fele, majd közel a fele, tehát 3 és 3,5% között van, és a LEGO ehhez hozzájárul, mint nagy munkáltató, hogy minél több ember kapjon munkát. De a szakképzést mi úgy alakítottuk át, 2019-ben fogadtuk el a törvényt, a szakképzés 4.0-át, és most 23-ban módosította a parlament, hogy 2 szakképzés megszerzése ingyenes, a diákokat ösztöndíjjal motiváljuk, átalakítottuk az intézményrendszer technikummá és szakképző intézménye, és most beérett az az eredmény, hogy ha országos adatot mondhatok, hogy a felvételiző diákok, tehát a 8. osztály után, az alapképzés után 42%-a szakképzésbe, technikumba és szakképzőiskolába jelentkezik, 34%-a gimnáziumba. Persze, az is természetesen az is nagyon fontos, én is gimnáziumba jártam, hogy utána egyetemre, főiskolára menjenek, mert a szakképzésből is lehet menni egyetemre, főiskolára, sőt, 5 éves képzés van, és emelt szintű érettségit is lehet tenni. Tehát Nyíregyháza, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum, amely kiválóak között van az országban, nagyon nagy súlyt fektet erre, különösen amiben hagyományai vannak. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arról beszélt, hogy az évekkel ezelőtt elindult gazdasági fejlesztési folyamatok miatt ma már Kelet-Magyarország ugyanúgy vonzó a külföldi befektetők számára, mint a nyugati ország rész. Az elmúlt évek egyik legfontosabb gazdasági eredményének én azt tekintem, hogy kőkemény munkával sikerült kiegyensúlyoznunk az országban a beruházás vonzó képességet, tehát mára a nagy nemzetközi beruházások számára Kelet-Magyarország legalább annyira vonzó, mint Nyugat-Magyarország, és ezt a mondatot azért néhány évvel ezelőtt a kinevettetés kockázata nélkül nem lehetett volna elmondani. Nyíregyháza is kivette a részét ebből a folyamatból, 2014 óta összesen 18 esetben született olyan nagy beruházói döntés, amelyhez a kormány pénzügyi támogatást biztosított, és ezek közül is kiemelkednek a LEGO döntései. Mi örülünk annak, hogy a világ egyik leghíresebb és a világ egyik legismertebb vállalata egy újabb nagy beruházást hoz ide Magyarországra, amely nagy beruházásért is természetesen komoly nemzetközi verseny volt, kine akarta volna ezt a jelentős kapacitás bővítő beruházást a LEGO vállalatcsoportján belül. A LEGO úgy döntött, hogy a nyíregyházi gyár csomagolási és raktár kapacitásait jelentős mértékben megnöveli. 54 milliárd forintos beruházást hajtanak végre. Ez az 54 milliárd forintos kapacitás bővítő beruházás 300 új munkahelyet fog létrehozni, és a kormány 4,3 milliárd forintos visszanemtérítendő támogatást biztosít ehhez a beruházáshoz, amelyről hallhattuk, hogy 30 000 négyzetméterrel növeli meg a LEGO működési területét itt Nyíregyházán, amivel a LEGO eléri a Hősök terének 10-szeres méretét. A beruházás lényege, hogy az eddigi 51 csomagolósor helyett 68 csomagolósor fog működni, ez viszonylag könnyen kiszámítható módon 33%-os kapacitás növekedést fog jelenteni. Ráadásul a LEGO fontos célkitűzése a környezetbarát működés, ezért napelemparkokra és geotermikus energiahasználatra vonatkozó beruházások is majd sorra kerülnek, amely abban segít minket, hogy azt a stratégiai célunkat tudjuk tartani, hogy mi itt Magyarországon úgy növeljük a gazdasági teljesítményt, hogy közben a károsanyag kibocsátásunkat csökkentjük. Ez jelenleg a világon összesen 20 országnak sikerül, mi köztük vagyunk, és a LEGO, valamint a LEGO-hoz hasonló, kifejezetten környezettudatos vállalatok segítenek minket ebben,
hogy ebben a kategóriában is tudjunk maradni a következő időszakban. A LEGO csoport új csomagoló és raktárépületeket épít a bővítés során. Terveik szerint az építkezés 2024-ben kezdődik, és a termelés 2025 második felében indulhat el. A beruházás 50 milliárd forint értékű, amelyhez a kormány 4,3 milliárd forint támogatást nyújtott. A bővítéssel 300 új munkahelyet teremt a dán vállalat. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc. Legközelebb új műsorral jövő hét hétfőn jelentkezünk. Én kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!